Kongresszuson egy olyan állásfoglalás született, hogy összefogás az új köztársaságért. Ilyen értelemben ugye látható, hogy az elmúlt időszakban rossz irányba megy az ország, a demokratikus intézményrendszert valójában szétverik, a független intézményrendszereket felszámolják, ezért rendkívül fontos, hogy a szocialista párt felkészüljön arra, hogy egy következő választáson váltó párt tudjon lenni. Ezért új MSZP-t építünk a párt bázisán, új programot alakítunk ki. Ez gyakorlatilag a társadalomnak nyújtott társadalommal egy szerződést kívánunk kötni, amely egy új együttműködést kínál, egy partneri együttműködést. Új megegyezésre van szükség a gazdaságban, gazdasággal új kiegyezésre van szükség a politikában, ami azt jelenti, hogy egy széleskörű baloldali összefogásra törekszünk valamennyi választókerületben, illetve a megye egészében. És amit még szeretnék kiemelni, mielőtt átadnám Harangozó Tamásnak a szót, hogy a párton belül a belső működésünknél, működési elveinknél mi a rendezőelv. Valójában a részvételi demokráciát szeretném kiemelni. Ez ugye azt jelenti, hogy valamennyi egyes pártagunk még érdemi módon belekívánjon szólni a ügyes-bajos dolgaikba. A szabályunkat, amelyik a 58 pontjából 45 helyen módosult el. Gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy egy teljesen új alapszabályunk van. Mégsem mondjuk ezt, hiszen a legfontosabb értékünkből abból, hogy ez egy alulról felfelé építkező demokratikus közösség, ebből nem engedtünk, ezért nem hívom én, és nem hívjuk mi sem általában a pártban új alapszabálynak. Ez egy megújult alapszabály, de mint el fogom talán látható lesz mondani, alapvetően szinte egy új dokumentum lett. A három legfontosabb hívószó vagy rendezési elv, amivel a működésünket átalakítottunk, azt úgy tudnám elmondani, hogy egy nyitott és modern pártot szerettünk volna irányában egy demokratikus, jogaiban megerősített, működésében megerősített párt, ez a második irány volt, és a harmadik pedig az, hogy amit talált az MSZP tekintetében újdonság, hogy ezzel együtt viszont egy hatékony és fegyelmezett működést tagjaitól és vezetőitől hatékony és fegyelmezett működést elvárom. Az országban először az önkéntes támogatói rendszert bevezetjük az MSZP alapszabályába, ami arról szól, hogy interneten keresztül is be lehet kapcsolódni a Magyar Szocialista Párt munkájában. Itt elsősorban természetesen nem a belső ügyekben és a személyi kérdésekben, hanem a párt politikájának alakításában, de ami a legnagyobb újdonság a jelöltjeinek kiválasztásában is. A másik az, hogy egy kvázi előválasztási rendszert vezetünk be a egyéni képviselőjelöltek, a polgármesterek és a maga a miniszterelnök jelölt kiválasztása tekintetében is. Ez összekapcsolódik az előbbi újdonság az önkéntes támogatókkal, hiszen előírjuk, hogy csak az lehet a Magyar Szocialista Párt képviselőtje, polgármesterjelöltje, vagy akár országosan miniszterelnök jelöltje, aki a pártagok 10%-ának közvetlen ajánlásán túl, ezen nem pártag önkéntes támogatók 10%-ának ajánlását is össze tudja gyűjteni. Azt a szabályt hoztuk magunk a nézőkötelezőnek, hogy aki az MSZP-vel választási szövetséget köt civil, szervezet, mozgalom, szakszervezet, annak a vezetője, a Magyar Szocialista Párt legfontosabb testületében az országos választmányban tagságot kap. A demokratikus működést illeti a pártszavazás intézményét újra szabályoztuk. Az országos népszavazás mintájára annak szinte a pontos megfelelőjét létrehoztuk a párton belüli demokratikus döntéshozás intézményeként. Ez eddig az MSZP alapszabályában egy 5 darab odavetett mondat volt. Ezt most rendesen szabályoztuk, ugyanígy ügydöntő, véleménynyilvánító és megerősítő. Ügydöntő, véleménynyilvánító és megerősítő pártszavazást lehet tartani, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a tagok dönthetnek. Előválasztási kampányunk is lesz. Előjelölési kampány. A párt országos elnöke és a párt megyei elnöke csak olyan ember lehet, aki a pályázatán túl a tagok, tehát az, még a, mondom, a miniszter vagy a pártelnök jelölt tekintetében egyszerűbb a példa, a 30.000 fős pártagsággal számolunk, a 10%-ának a személyes ajánlásának a begyűjtésével indulhat csak el. Magyarul 3.000 pártagnak úgy kell begyűjteni az aláírását, hogy csak ő személyesen, vagy az ő személyes jelenlétében lehet ezeket az ajánlásokat.
ezzel gyakorlatilag rendszer szinten garantáljuk azt, hogy aki az MSZP elnöke vagy megyei elnöke kíván lenni, annak minden egyes tagülésre, minden egyes zugába az országnak személyesen el kell menni, egy személyesen kell meggyőzni a tagokat arról, hogy egyáltalán jelöltként elindulhasson. Egyértelműen deklaráltuk, hogy a Magyar Szocialista Párt is fontos és kiemelt célnak tekinti, vagy értéknek, hogy a jogok és a kötelezettségek egyensúlya a társadalom belül meg kell, hogy teremtődjön. Ezen belül is az együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania a Magyar Köztársaság területén, és aki ezt nem teszi meg, azzal szemben az államnak fel kell lépni. Azt gondolom, hogy ezt akár hívhatjuk paradigmaváltásnak és az elmúlt évek ezen a területen lévő döntéseinél. Hasonló paradigmaváltás volt, azt gondolom is fontos volt a határon túli magyarok kérdésében. Az ott állásfoglalásunk is és döntésünk, ugye Kovács Péter, a Veremlyes főtitkára személyesen volt ott a kongresszusunkon is szólt hozzá. A kettős állampolgárság kérdésében a frakció ugye meg is szavazta. Az, hogy a nemzetpolitika a határon túli magyarokat pártok, minden parlamenti párt tekintetében a magyar nemzet részének és testnek tekinti, ezt a Magyar Szocialista Párt is egyértelműen így gondolja. Egyébként a határon túli szavazati jogával kapcsolatban továbbra is azokat a fenntartásainkat tartjuk. Ami a most az asztalon lévő javaslat tekintetében elmondható, nem tartjuk szerencsésnek, sőt kifejezetten nagyon-nagyon károsnak tartjuk a határon túli magyarok szempontjából, hogy ezzel a típusú választási rendszerrel a magyar belpolitikát fogja a Fidesz exportálni a határon túli magyar közösségekbe, megmérgezve és szétverve az egységes magyar képviseleteket, helyrehozhatatlan károkat okozva az ott lévő magyar közösségeknek. Üzenetünk az, hogy a negyedik magyar köztársaság megalapítására, illetve a társadalmi, gazdasági és politikai új megegyezést szeretnénk. Ennek a motorja kíván lenni a Magyar Szocialista Párt, integrálva mind a programban, mind tartalommal megtöltés tekintetében, mind pedig akár személyében is azokat a civileket, szakszervezeteket, akár alakulóban lévő, félben lévő demokratikus ellenzéki mozgalmakat, akik most egyébként a Magyar Szocialista Párt mondandójával majdnem megegyező programokkal az utóbbi időben előálltak, kifejezetten partnerként tekintünk rájuk, és szeretnék mondani, hogy az új választási rendszer, ha valaki elolvasta, azt látja, hogy az összefogás és a megegyezés nélkül nem lesz esély a kormány leváltására. Mi ennek a motorja kívánunk el.